most nincs előttünk egy kocsi se, amivel manapság minden embernek számolni kell. Két dolog is van. Az egyik az, mikor tegyük fel 90-nel lehet menni, és megy előtted valaki 80-nal. Nyilván megelőzöd, mert sietsz, haladsz. És nem minden ember becsületes, hogy nem fog gyorsítani. Szóval eljöttünk 80 kilométert, több előzésem úgy fejeződött be, hogy az előttem levő ment 80-nal, mire megelőztem, már majdnem 110-zel mentem, mert ő is elkezdte neki nyomni. Szóval vannak olyan emberek, akik nem bírják elviselni, hogyha megelőzzük őket. Erre sajnos számítani kell, manapság egyre jobban, mert bántja az önérzetét, hogy ő megyen, és hogy van az, hogy valaki őket megelőzi, csak úgy ni. Hát ilyesmi sűrűn előfordul, vigyázni kell vele. A másik dolog meg az, hogy én elkezdtem előzni valakit, és a mögöttem levő irányjelző nélkül ugyanúgy meglódult, mint én. Ezt ki tudtuk védeni, de nem is volt belőle semmilyen felháborodás, csak az fog először elindulni előzni, akinek előbb kín van az irányjelzője. Szóval az enyém az kín volt hamarabb, sokkal, mert én már úgy követek valakit, hogy jár az irányjelzőm, hogy a mögöttünk levő tudja, hogy mire készülök. Fontos, hogy egymásra odafigyeljünk, A-ból B-be odaérjünk balesetmentesen, és olyan dolgok vannak manapság az utakon, hogy egyre több. Nem teszem az irányjelzőt, nem bírja elviselni, hogy megelőzzük. Ezekre sajnos számítani kell, főleg a tanulóvezetőknek lassabban is megy, nem bírja befejezni az előzést, és számtalan baleset abból, frontális ütközés abból tevődik össze, hogy valaki előz valakit, az odalép neki, és nem hagyja, hogy befejezze az előzést, mert egymás mellett mennek, és ekkor már elveszti a uralmat fejbe is, a kocsiba is, és megtörténik a frontális ütközés, ha nem tudják kivédekezni. Na hát köszönöm a figyelmet, mindenkinek több körültekintést kívánok, köztük magamnak is, aztán hogy is mondják a mentősök, mindenkit hazavárnak. Na köszönöm szépen!